Nem sokára újra kinyithatnak az üzletek, az iskolák, a szolgáltatók, és nem kell este 8-ig hazaérni. Ez várható a húsvétot követő napokban. Megjelent ugyanis a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben március 27-én. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy ha a beoltottak száma eléri hazánkban a 2,5 milliót, akkor elkezdődhet a szakaszos nyitás. A szakértők számításai szerint ez nem sokkal húsvét után következhet be. A kijárási tilalom este 10 órára módosul, tehát este 10 órakor veszi kezdetét, 10 órától hajnali 5-ig fog tartani. Az üzletek hajnali 5 órától fél 10-ig lehetnek nyitva. Valamennyi bolt kinyithat, ugyanakkor az üzletekben és a boltokban biztosítani kell, hogy 10 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat. A 10 négyzetméteres szabály nem érvényes a 14. életévétben nem töltött kiskorúra, a 65. életévét meghaladott személy segítőjére és a fogyatékossággal élő személy segítőjére sem. Az üzlet előtt a várakozóknak a 1,5 méteres biztonsági távolságot kötelező betartani. A szabályszegők 100 000-től 1 millió forintig terjedő büntetést is kaphatnak. Ezeken kívül a szolgáltatások is újra működhetnek. A szolgáltatásoknál a március 8-i szigorítások előtt hatályban volt szabályokra fogunk visszatérni, ennek megfelelően működhetnek a szolgáltatók. Az iskolák április 19-én nyitnak meg a jelenlegi tervek szerint, ekkor szándékaink szerint az óvodák, az általános iskolák és a gimnáziumok is a rendes oktatásra állhatnak vissza. Az éttermek és a vendéglátóhelyek helyzetére nem tértek ki a közlönyben, így valószínűleg ők majd a következő lépcső szereplői lesznek. 2020. januárjában hozták létre a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzset, mely azóta számos intézkedést hozott a magyar emberek egészségének védelme érdekében.